Üdvözlöm, kedves barátaim! Búcsú, jövő hét végén, ez már nagyon-nagyon gyorsan fog történni, péntek, szombat, vasárnap, készül a csapatunk, ott lesz ugye Spirit Up, és lesz Kirtan Fest. Tavaly, amikor voltunk Kirtan Festen, nagyon sikeres volt, úgyhogy mi meglepődtünk. Itt látjátok a videóban. Igen, a meglepetések vannak a Spirit Up-on. Lehet kipróbálni majd ott egy pár lelki gyakorlatot, vagy beöltözni szerzetes ruhába, meg lehet majd csinálni úgynevezett pavitra. Pavitra az azt jelenti tiszta, tisztítul, lelki, szent talizmánokat, ami milyen fonalból vannak, lesznek ilyen, lehet ilyen karperecet csinálni, vagy karkötőket, meg kicsit ide nagyobbat. Ott lesz felajánlva Krisnának, felszentelve, és ezt majd haza is el lehet vinni. Lesz meditáció lehetőség, vezetett meditáció, mantra meditáció, lesznek előadások, és leírásban a videóhoz fogtok találni linkeket, és Kirtan, ami este 5-kor kezdődik, amikor már nincs nagy meleg, és este 8-ig, vagy hogyha jó a csapat, akkor kicsit többet is fog tartani. Szóval várunk, nagyon csodálatos, kellemes a hasznossal, lelki, ugye mi nem vagyunk ez a test, és lelki gyakorlat, ami tisztítja a tudatunkat, visszahozza a lelki tudatunkat, megszabadítja minden aggodalomtól, és megszabadítja a szenvedéstől, és adja egy siker életnek az új perspektívát. Szóval ez egy tudományos módszer, amit csináljunk. Nyugodtan, aki volt, gyertek, írjátok ki már volt és ki jön újra. És aki tervezi és még nem volt soha, írjátok kommentekbe, hogy ti jöttek-e. Mi nagyon várunk benneteket. Egyet szeretnék mondani, ez nem koncert. Mi magunk akkor együtt veletek gyakoroljunk lelki életet, mikor énekeljünk mantrát, lelki gyakorlatot, és hogyha nem jön senki, akkor is megcsináljunk, mert a mi lelki fejlődésnek ez nagyon fontos és hasznos. Szóval nem akarunk
koncertet és sztár, hogy külsős dolgok legyenek, mi csak egy dolgot szeretnénk, hogy belső változás történjen szívünkben. Ezért szerintem érdemes eljönni egy ilyen programra. Gyakorlatilag pinteken, jövő héten, vagy szombat, vagy vasárnap, vagy minden három napon találkozunk. Addig is kellemes nyárat kívánunk, és majd ott találkozunk. Hare Krishna!